Palotai Boris könyvét hoztam ma magammal. A szerző annak idején 50 éve igen ismert volt és kedvelt, részben ifjúsági regényeiről, kamaszoknak szóló könyveket is írt. Ezek közül hoztam ma bemutatásra a Zöld Dió című könyvét. A könyv sikerét példázza az is, hogy már 6 kiadást ért meg, és azért szeretném bemutatni, mert úgy érzem, hogy a mai fiatalok egy kicsit teljesen más kép olvasnak. Ők elvesztek most ebben a vámpíros, szellemes világban, illetve a másik vonalat képviseli az az olvasói réteg közöttük, akik médiasztárok szeretnének lenni, énekesek, színészek, és nagyon-nagyon messze rugaszkodnak a valóságtól, hiszen nagyon kevés fiatalból lesz ilyen jellegű felnőtt. Palotai Boris könyveiben a földön jár, nem idealizál, mindig realista módon fogalmaz, éppen ezért nagyon életszerűek a könyvei. Ennek a könyvnek a főhőse Kati, aki olyan 16 év körül van, könyv végéfele 17 talán, és azért is nagyon időszerű az ő története, bár 50 évvel ezelőtt íródott, mert mozaik családban él. Az édesapja elhagyta őket, új családot alapított, édesanyja pedig új férjet hozott, illetve új élettársat hozott, akit Kati nem nagyon tud elfogadni, mert édesanyja mindig olyan férfiak után kapaszkodik, akiktől a család anyagi biztonságát reméli. Így aztán Kati sodródik, átmenetet képez már ugye a gyerekek és a felnőttek között, nem igazán találja a helyét, nincs aki meghallgassa, hiszen a családban mindenki a saját problémájával van elfoglalva. Kati se jön ki jól ebből a sodródásból, és még akkor is azt mondják rá a családtagjai, hogy biztosan szimulál, meg hogy így akarja magára vonni a figyelmet, közben igen komoly bajba kerül. Nagyon kedvesen, egyeszám első személyben íródott a könyv, mint egy szinte majdnem naplószerű, könnyed szöveggel, könnyű, meseszövésű elbeszéléssel, nagyon jól olvasható és nagyon tanulságos. Ez a könyv tulajdonképpen egy életkép arról, hogy egy 16 éves lány hogyan néz előre, és Kati mindenképpen pozitívan néz előre a felnőtt kor küszöbén.